Sziasztok! Cserta Szandra, otthonszervezési tanácsadó vagyok, és ez itt a Kívül Belül Boldogság csatornája. Különleges alkalom a mai, mert csatlakozott hozzánk Faragó Ági, a Simplán.hu blogírója és anyuka, aki a blogján mesél arról, hogy hogyan törekszik az egyszerűbb életre, figyelve a környezetre és a kötődő nevelésre. Sziasztok! Aki még nem ismerné Ágit, volt közgazdász és gyógyító, fontos neki a környezetvédelem és a lélekvilága. Nem utolsó sorban pedig a 2017-es napi 15 perc kommari kihívás megalkotója. Köszönöm Ági, hogy itt vagy ma, és hogy meghívtál az otthonodba, hogy nektek is meg tudjuk mutatni, hogy milyen eredményei lettek a napi 15 perc kommari kihívásnak. Én is köszönöm, hogy itt vagy, és itt vagytok. És miért fogott meg annyira a kommarizás? Miért kezdtél neki a kommari módszernek? Ezt tudni kell rólam, hogy elég rendetlen vagyok, viszont nem szeretem a rendetlenséget. A kommari módszerben azt tetszett igazán, hogy csak azt tartjuk meg, ami örömet okoz, és van egyfajta tisztelet a tárgyak felé. Amikor elkezdtem a szelektálást, akkor a felesleges tárgyak elengedése az valami hihetetlenül felszabadító érzés volt. Igen, azt nagyon sokan mesélik nekem is, hogy amikor elengednek egy tárgyat, akkor mennyivel jobb érzés utána, mint minden nap nézni azt a tárgyat, és nem okoz egyszerűen örömöt. Igen, és ez olyannyira hatott rám, hogy egyébként a kislányom is ekkor tájt fogant meg. És a várandóság alatt nagyjából átszelektáltam a holmém nagy részét, viszont nem sikerült a kommari féle folyamat végéig eljutnom a szülés előtt, és hát nyilván a szülés után meg így nagyjából a túlélés volt a cél. Gondolom, ezt sokan ismeri. És hogyan vetted rá magadat, hogy újra kezd a kommarizást? Hát Lenke egy nagyon fontos motiváció nekem ebben a folyamatban, mert azt szeretném, hogy ő már abban nőjön fel, hogy rend van körülöttünk, hogy nem halmozunk fel felesleges tárgyakat, hogy nem a tárgyak a fontosak, hanem az emberek és az élmények. Amikor fél éves lett, akkor újra kezdtem a kommarizást, és így amikor játszott, akkor apránként végigmentem a ruhák, könyvek, papírok kategóriáim. Ezek ilyen elég könnyen körülhatárolható kategóriák, viszont ezután következik a komonó, a vegyes apróságok kategóriája. Igen, minden más. Igen, amiben minden más beletartozik, kivéve a érzelmi értékkel bíró tárgyakat, és itt elakadtam, itt nem tudtam, hogy hogyan tovább. És honnan jött ez az egész napi 15 perc? Mármint a kommari módszernek az a lényege, hogy egyszer kell egy örömünnepet szervezni, és egy nap, egy adott időben kell megcsinálni mondjuk egy-egy kategóriát, te pedig ezzel kicsit teljesen szembe mentél, és valami teljesen másba kezdtél bele. Lenke születése után szembesülnem kellett az, hogy milyen időhiányban él egy anya. Tehát az ember azt gondolja, hogy semmire nincs ideje, és aztán szül egy gyereket, és így rájön, hogy időmilliómos volt. A kedvenc blogomon, az elhebits.net-en olvastam egy cikket arról, hogy hogyan tűzzük ki a céljainkat, és abban volt erről szó, hogy elég akár napi 5-15 percet foglalkozni egy céllal, de akkor azt tegyük meg minden nap. És arra gondoltam, hogy hát napi 15 percem nekem is van erre. Kisgyerekes anyaként nekem nem opció, hogy egész napokat legyek távol Lenkétől, ráadásul rendszeresen, úgyhogy azt gondoltam, hogy megpróbálom így napi 15 percben. Saját magad kialakítottál alkategóriákat, és ez alapján megformáltad ugye a napi kihívásokat, és nem csak a blogodon írtad le mindezt, csak úgy a nagyvilágnak, hanem egy zárt Facebook csoportot is létrehoztál, ahova nagyon sokan csatlakoztak, de hogy mi volt az inspiráció e mögött? Hát én eredetileg önmagamnak szántam ezt a kihívást, de azt gondoltam, hogy ha már a blogon leírom, akkor lehet, hogy másnak is segíthet. Amikor úgy 50 ember csatlakozott, akkor már kezdtem izgulni, hogy ezt most akkor nem lehet ellogni, itt írni kell, mert 50 ember számít rá. Igen, ez azért egy elég nagy löketet ad az embernek, hogy van kinek írni. És aztán arról meg nem is álmodtam, hogy a máig 800 ember fog csatlakozni, több mint 800 ember. Úgyhogy nekem, Lenke mellett ők voltak a másik fontos motiváció, hogy végigvigyem ezt a folyamatot. Már említettük, hogy a komonó kategória, vagyis a vegyes apróságok kategóriája egy egész tág fogalom, és hogy hogyan taktikáztat ki és sakkoztat ki, hogy mi fér bele napi 15 percbe, és hogy mi legyen egy igazi kicsi mini alkategória az adott napra. Hát Marie Kondo a második könyvében, a Tiszta Örömben alkategóriákra bontja a komonót, csak egyrészt ezt magyar viszonylatokra kellett szabni, meg a saját életemre, másrészt pedig volt, hogy egy alkategória nagyon nagy volt még így is. Úgyhogy hetente nekiültem, és akkor kijelöltem, hogy mivel fogok foglalkozni naponta, ilyen 15 perces alkategóriákat létrehozva. Például mondjuk a kamrában
a magok és a szalványok, nekünk ebből elég sok van, ez egy 15 perces kategória volt. Aztán olyan is volt, hogy rá kellett jönnöm, hogy egy kategória, szerintem egy kategória, az nem fog beleférni 15 percbe. És akkor ilyenkor negyed óra után feleltél, és azt mondtad, hogy majd holnap befejezem a paprika fűszert, vagy akkor azért végigcsináltad azt az alkategóriát. Hát ez igazából pont egy ilyen bepótlós alkalom volt, úgyhogy akkor csináltam egy órán át, és akkor utána beosztottam, hogy akkor ez 3 napi munka. És így a 10 hét elteltével miről tudsz beszámolni? Eléggé átalakult a lakás. A párom már többször megjegyezte, hogy jó érzés hazajönni. És hát a végső cél az, hogy a vízszintes felületeken szinte semmi ne legyen. És mi az, ami a legjobb dolog volt ebben az egész kihívásban számodra, vagy esetleg a közönséged számára? Hát számomra az volt a legjobb, hogy ahogy mondtam, én rendetlen vagyok. És hogy mégis eljutunk oda, hogy rendben van a lakás, és rendben is tudom tartani, és a lányom ezt látja, és nem azt látja, hogy kacat-kacat hátán, az egy nagyon jó érzés nekem. Tehát én nem gondoltam, hogy ide el fogok jutni. És egyébként azért is akartam ezt megírni a blogon, hogy más is lássa, aki mondjuk ugyanilyen típus, mint én, hogy ezt meg lehet csinálni, és tök jó érzés. Igen, eléggé őszinték voltak a bejegyzései, tehát az azonosulás az nagyon könnyen ment azoknak, akik kicsit káoszban élnek jelenleg, úgyhogy mindenképpen motiváltad őket szerintem is, és hát mondjátok meg, hogy szerintetek milyen volt ez a kihívás, mennyire tudott titeket motiválni az Ági, és írjátok le kommentbe, hogyha még szeretnétek ilyen kihívást, mert szerintem azért a közönség számít, hogy folytatódik egy második hullám. Mit gondolsz? Lesz még második hullám? Hát valószínűleg fogom használni ezt a tudásanyagot, ami most összegyűlt, de ez még kicsit a jövő zenéje, mert szeptember közepétől valami másra fogok koncentrálni. Ami valószínűleg szintén érdekes lesz a minimalista szülők számára, de erről majd szerintem, ha lehet, akkor majd 1-2 hónap múlva beszélünk. Igen, mindenképpen már beszéltünk, hogy lesz egy következő videó. Köszönöm, Ági, hogy itt voltál. Köszönöm, hogy itt lehettem az otthonodban. Aki még nem követné Ágit, az menjen fel a simplan.hu-ra, kövesse Ágit a Facebookon, Ági elérhetőségeit belinkeltem alulra. Addig is iratkozzatok fel a csatornánkra, jelentkezzetek a Kívülbelül Boldogság online kurzusra, ami nem sokára indul, hogyha még nem tettétek. Találkozunk legközelebb is, sziasztok! Sziasztok!